postupovo lemnicný dešť. Szeretném úgy érezni, hogy nem osztottam meg a legénység tagjait, bár az már most nyilvánvaló, hogy Laura, Boris és Bertalan másképp döntött volna. Jay és Brian egyetért velem abban, hogy a 34-esnek a NATO a helye. Agnetának szemmel láthatólag mindegy. Legalább lesz egy kis dolga. Már még én sem vagyok benne biztos, hogy jó ötlet volt-e. Minden esetre a többiek nem tudhatnak róla, hogy ezen rágódom. Most még nem. Egyelőre megosztom a papírral a gondolataimat, egyszer talán hasznos lesz. Közvetlenül a bepakolása után a hálóban, amiben beletettük, beakasztottunk 4 kampót, majd 4 kábel segítségével rögzítettük, hogy ne úszkáljon a súlytalanságban. Laura megkért rá, hogy takarjuk le, mert meg van győződve róla, hogy a szemével lát. Hogy megnyugodjon, letakartuk egy alumínium ponyvával. Előtte azonban alaposan szemügyre vettük. A zsilipajtó lezárása után feltöltöttük levegővel a helyiséget, majd levettük a sisakokat. Csak 3 maradtunk a helyiségben, Jay, Brian és én. Bertalan a kapitányi teendőket látta el helyettem, Boris és Agnetta a kertet ápolta. Laura a karantén 40 centis polikarbonát üvege mögött figyelte a fejleményeket, különböző biztonsági és elsősegély nyújtó eszközökkel felfegyverkezve, szkafanderben. Mint egy 2 méter magas objektum volt, még Borisnál és Briannél is magasabb. A színe sötét szürke, mint a jódé, viszont nem annyira matt. A felszínén látható szőttes több rétegű, nem látjuk, hogy mit is borít. Egyetlen lyuk van mindössze rajta, az sem túl nagy. Éppen csak, hogy Jay mutatója belefér. Mire rájöttünk, hogy mire készül, már vigyorgó arca a kotorázott a lyukban pucér kezével. Azt mondta, hogy a lyuk belülről kiszélesedik, szóval nem egy cső. A fémszálak a lyukba is befutnak, szóval ha elfogadjuk, hogy a 34-es belül üres, mint egy labda, akkor annak belső falát is az a szövet kell, hogy borítsa. Mikor hozzáértünk, mi is tapasztalhattuk, amint azt már Jay említette, hogy a burkolat langyos tapintású. Nem tudjuk, hogy a kinti 2,7 kelvines hőmérsékletben milyen volt, mert elfelejtettük megmérni. Nem sokára tehát mi is rászálltuk magunkat Brian-nel, hogy hozzáérünk. Délután még egyszer tárgyaltam a földdel. Pokoli botrány keletkezett belőle, hogy mégis behoztam a fedélzetre. Nem szándékozom leírni, hogy milyen párbeszéd hangzott el, de nem is fontos. Miután lenyugodtak a kedélyek, megkértem őket, hogy derítsék ki, lehet-e a 34-es földi eredetű. Azt már biztosan tudták, hogy a 34-es azonos azzal a parányi égitesttel, amit 2011-ben fedeztek fel, ahogy rója köreit a Jupiter körül, és 2 napja tűnt el. Azt hitték, meteorral találkozott. Ez egyezik azzal, amit Jay vett észre, és amiből arra következtettünk, hogy a gömb ugyanazt a pályát követi, amit a Jupiter 34. Csak akkor még senki sem sejtette Jay-en kívül, hogy ő maga az, amivel az óriás bolygón másik oldalán kellett volna éppen tartózkodnia. Egyelőre mindenki azt várja, hogy melyik csillagászati megfigyelőintézet fog bejelentkezni azzal, hogy a Jupiter 34 felgyorsult olyannyira, hogy majd fél pályahosszal lehagyta hivatalos tartózkodási helyét. Félek, hogy erről sosem szerzünk adatot lévén, hogy a holdakat nem figyeljük a nap 24 órájában. El tudom képzelni, hogy ezek után fogjuk. A Földdel folytatott beszélgetés után konzíliumot hívtunk össze, ahol megbeszéltük a további teendőket. Ez jóval éjfél utánig tartott. A megbeszélést tulajdonképpen Laura szervezte, és ő is vezette le. A hang és képanyag az M2075-1103/34-es jelű memóriaegységen található.